Sziasztok, Borkák, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó egy könyvpárbaj lesz! Van a moly.hu könyves oldalon egy olyan funkció, hogy az elolvasott könyveidet tudod igazából eztetni. tehát, hogyha rámentek a molyon a... azt hiszem, hogy könyvek, igen, a könyvek fülönbelül erre a könyvpárbaj opcióra, akkor fogni fog neked mindig a moly, kettő darab könyvet, amit olvastál már, és neked ki kell választani azt, hogy melyik tetszett jobban. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni, sajnos jelenleg nem tudom nektek idevetíteni azt, hogy mit hoz be nekem az oldal pontosan, de majd ahányszor rányomok, mondani fogom, hogy melyik kettő könyvet hozta ki nekem, és akkor választani fogok, hogy melyik tetszett jobban. Ez amúgy vicces lesz, mert valószínűleg a legtöbb arra sem fogok emlékezni, hogy milyen csillagot adtam rá, vagy hogy mennyire tetszett, hanem teljesen a mostni emlékeim és élményeim alapján fogom kiválasztani azt, hogy még volt a jobb. Úgyhogy nézzük is meg! Az első párbajozó csapat. A, az Ice Planet Barbarians uh, Ruby dixon és Veres Attilától az odakint sötétebb. Hát uh, ez egy könnyű kör lesz, ha egyébként az odakint sötétebb sem tetszett nekem annyira, de az Ice Planet Barbarians Bar ez most nagyon jól kimondtam, na hát az meg pláne nem. Tehát, hogy az a könyv nekem egyáltalán nem tetszett, nem volt jó erotikus, romantikus ufókról, azt szerintem ez mindent elmond, van róla egy vlog a csatornában, be a leírásba, de hogy nekem ez egyáltalán nem tetszett, és még viccesnek sem mondtam volna, csak simán bizarnak, úgyhogy egyértelműen azt mondom, hogy az odakint sötétebb. Nézzük a következő párost. Octavia E. Buffertől a Hajnal, és Charlie Ann holmberg a Papírmágus. A Papírmágus az közös könyv is volt, azt hiszem a, könyv, könyvklubban, és én akkor olvastam, és amúgy tetszett, és ha jól emlékszem, négy sokat adtam rá, de a Hajnal azért az mégiscsak a Hajnal, én abból értem a szakdogámat, abból a sorozatból, E imádom ezt a szkifitilógiát, ezt többször is olvastam, amikor először olvastam, annyira még nem értékeltem, mert nem láttam benne a mondani valót annyira, viszont többször is olvastam utána, és hát már most már kívülről fújom mind a három könyvet, mert hogy ugye arról írtam a szakdagámat, olvastam magyarul is vagy háromszor, angolul is vagy háromszor, úgyhogy ezt választom. Következő páros. Hú, na, ez egy nehéz. Paul tremblay a szellemek a fejben, vagy Key Johnson-tól a validó államutazása. Szerintem a Velid Bó államutazás egy elképesztően alulértékelt kis ilyen hát fantasy kötet. Én csak úgy ráálltam a Libri oldalán, és úgy vásároltam meg, és te jó ég, nekem ez nagyon tetszett. Ez egy elképesztően vékony, ilyen ekkora kis fantasy könyv. Azt tudom most, hol van a polcom. De ott van a fumaxos polcomon, na mindegy. Egy nagyon picit kis könyv, de annyira kis elmondta és érdekes, és sok benne a tanulság, hogy ezt nagyon szerettem. De azért a szellemek a fejben az az egyik kedvenc horrorkönyvem. Nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem azt választom. Igen, azt választom. Na, ez egy nagyon könnyű lesz a következő. A következő páros Neil gaiman és Michael reeves a köztes világ, vagy Lucy Strange-től a Fülemele Erdő titka ha a leges legelejétől könnyítek a csatornámat, ha van valaki, aki ezt csinálja itt a nézők között, nos, a köztös világról azért nagyon sokat beszéltem, hogy nekem mennyire nem tetszett. Tehát, hogy nekem ez volt az első olvasmányom Gémentől, és baromira nem tetszett. Uncsi volt, nem érdekelt, egy vékony kis kötetről van szó egyébként, de annyira nem vonzott, hogy én azon a könyvben rögtön aztán túl is adtam. Nem tetszett, úgyhogy elég egyértelmű, hogy a fülemüle erőtitkát választom, mert azt meg nagyon szerettem. Nagyon szerettem ezt a könyvet, ezt választom. Húha, uh, a következő Mary a legenda, és Blake crouch a véres alany. Lehet most népszerűtlen véleményt fogok mondani, de nekem egyébként a legenda az annyira nem tetszett a szerzőtől, nem volt rossz könyv, és egy ilyen tök jó kis régi disztopikus olvasmány, de az a gond, hogy ez engem nem kötött le annyira, tehát hogy nincsen egyértelműen a kedvenc disztopiáim között, ezen is azóta túlattam egyébként. A véres arany pedig nem Blake a legjobb olvasmánya, vagy írása pontosabban, viszont ezt is élveztem, és az összes követ a szerzőnek, úgyhogy még így is csak ezt választom. Következő páros Kristen Kesortól a Fire Zsarát, és Jason aaron a Thor a Mennydörgés is Istene 1. Hát a Zsarát az a Garaboncnak a második része? Igen, a második, ami ha jól emlékszem, nekem pont a legkevésbé kedvencem volt ebben a trilógiában, a másik ugye a Mennyirg és Istene, viszont egy elképesztően szép Marvel képregény. Hatalmas, színes, jó a sztoria, sőt, ha valaki uh, nézte a legújabb Thor filmet, ugye ahhoz kapcsolódik, úgyhogy uh, sok szempontból egyébként megéri olvasni, és én most ezt fogom választani. Ez is egy nagyon könnyű lesz. Nem is teszi próbára az idegeimet most a Voy.hu. Az egyik az Genevieve Gordon-től, a The Witch's Heart, a másik pedig Andy Weir-től az Artemis. Uh, egyértelműen a Witch's Heart, én az Artemis and the Virtua kicsit sem szerettem. Ahhoz képest, hogy a Hail Mary az egyik kedvenc ski is, és egy nagyon-nagyon jó sztori, ahhoz képest az a könyv a szerzőnek baromira nem kötött le, és itt oszt a véleményét róla, a Just a Book is Szólt csatornáról, még vele cseréltem el, és az ő könyvét olvastam el, és még hát így sem tetszett. És a másik ugye a The Witch's Heart, ami eléggé, ugye a Boszorkány szímen jelent meg magyarul, eléggé ilyen változatos kritikákat kapott gyakorlatilag, nem mindenkinek tetszett, de nekem személy szerint igen. Ugye ez egy ilyen skandináv mitológiás történet, és a szerző másik könyvet is nagyon szerettem, úgyhogy ezt választom. Hát a következő egy vicces párosítás. Stephanie meyer -től a Breaking Down hajnalhasadás, vagy Tommy adeyemi a Vér és Oké, okay. Tomi Tommy Adeyemi könyve szerint egyébként nagyon jó, és egy nagyon gazdag, ilyen mágia világ van benne, erről is egyébként egy bookjuk, hogy beszélünk, és én szerettem azt a könyvet, és egy nagyon kis, uh, különleges fantasy könyv volt, viszont azért az alkonyat az alkonyat, és a hajnalvasadás, az hajnalvasadás, én imádom az alkonyatot, úgyhogy azt fogom választani. Na, még vagy, nem tudom, négyet csináljunk. A következő az már a a Mesterséges Sors, illetve James D. Jenkins-től és Ryan Cagle-től, ezek a szerkesztők, a Sötétség, a sötétség szavai, a rém történetek a világ minden tájáról. Mind a két nagyon szerettem. A Sötétség szava ez egy ilyen gyűjtemény, gyakorlatilag, ahogy a címből is kellett találni, horror történetek vannak mindenféle országból összegyűjtve. Viszont Márta a mesterséges sós című könyve, meg a kritikus rendszerhiba is annyira jó pofa és annyira érdekes, hogy én azt választom. Hú, na ez nehéz lesz. <laughs> a következő Sebastian fox a Bird Song, illetve Natalie C. Parker-től a Lángoló Tenger a Bird Song az nekünk egy kötelező olvasmány volt az Eltemen, és talán azok közé tartozik, ami még a jobbik fajta volt. Még a Langró tenger nekem egy csalódás volt, és nem tetszett, pedig én szeretem az ilyen vizes, tengeres, kalózos, fedező történeteket, de ez nekem így nagyon nem volt jó, úgyhogy meglepő módon de egy kötelező olvasmányt fog itt választani. A következő Andrzej uh, Andrei a megvetés ideje, illetve a Catherine perry a Bone Cryer's Moon. Megint nem leszek népszerű, de ezt a Magyarországon még kb. alig ismert Bone Cryer's Moon fogom választani, ami megsérült még magyarul egyébként, és most nem is hogy fog-e. Ez egy ilyen nem annyira népszerű szerzőnek a könyve, én uh, még használtam, vettem meg egy külön kiadásban, uh, ott van a polcon a másik részével együtt, és nekem az nagyon tetszett, még a vajáknak nem minden része volt nekem annyira jó, mint az első kettő, úgyhogy a Bonka Earthmond választom. Úristen, nem! Én ebből nem akarok választani, nem! Ó, oh, A következő Justin A. Reynolds-tól a végzet ellen, ami az egyik kedvenc romantikus könyvem. A másik pedig Krista Broden-től a Ki Jós az éjszárnyai, ami egy új kedvenc könyvem. És nagyon friss az élmény, hogy mennyire imádtam. Ú, basszus. Hát ez most nagyon nehéz. Az Opposite of All imádtam, ö, ott van a polszomon, mint az egyik kedvenc romantikus történetem, elgondolkodható, aranyos, kicsit szívszorító, de jó Még a másik, ami ott van fenn a legfelső polcon, az egy friss olvasmány volt, és egy hatalmas meglepetés, mert imádtam azt a könyvet. Nem tudom. És Justin Aaron, az egyébként követ engem még mindig instán, amit nem értek, mert nem beszéltünk uh, négy éve, de most nagyon jó fejcsávó, meg a Miles Morales képlékének ő írja a szövegét, na mindegy. Hmm. Jól jön a, a hígyó és az de csak azért, mert nekem az most frissebb élmény, hogy mennyire imádom. Következő nagyon könnyű lesz. Besenyei Gábortól a jó fiú, vagy Emma Lordtól a Tweet Cute, a Tweet csata. Nekem a Tweet csata, őszinte leszek, egy kicsit csalódás volt nekem, ez annyira nem tetszett, nem volt szerintem, hogy annyira jó romantikus voltak, értékes benne, de engem úgy nem kötött le, mert a karaktereket sem bírtam annyira. Még a Kokle jó fiú egy idei kedvencem, úgyhogy azt választjuk. Jó, még kettőt csináljuk. Az egyik az az Across the Universe uh, Beth -től, az től azaz a túl a végtelenen, a másik pedig king az állattemető. Ez most megint egy nehéz választás lehetne, mert az állattemetőt king én nagyon szeretem, az új filmet is, meg a könyvet is, még a túl a végtelenen Beth től egy nagyon jó skifi, és annyira sajnáltam, hogy eddig nem adták ki az utolsó részét, de elvileg ki fogják adni. Most én azt hallottam végül, hogy nagyon bizakodó vagyok, mert a másnak úgy lett vége, hogy hú, de mindegy. Válasszuk a túl a végtelenent. Az utolsó párbajozó párosunk. Ez is egy nagyon könnyű lesz. A Szent Hanna 5 remény, illetve Colin hoover ad a Én a csúf szerelmet nem szerettem, ezt szerintem mindenki tudja már. Még a Szent Hanna 5, az 5 ikonikus, aki olvasta, azt tudja. Úgyhogy a Szent Hanna 5-öt választom. Ez volt ma az a kis könyvpár, most a csatornámon. Ha bármelyik szemmondnál egyetértettek velem, vagy esetleg nem, írjátok le a hozzászólásba, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!